Sziasztok! Um, szóval, ha láttatok már a shorts, ide feltettem pár ilyen shorts videókat, ami fényképeket, ami New york csináltam, és írtam bele, hogy alig várom elkezdeni csinálni a New york vlogokat. Na, az a helyzet, hogy már több mint három hete utazunk itt Amerikába, és annyira izgatott voltam New Yorkról, hogy teljesen elfejtettem, hogy Mentem egy csomó más helyre New York kívül mentem Floridába, utána mentem Kaliforniába, utána vissza Texasba egy napra, utána felmentem Memphisbe, utána Pennsylvaniában, utána Connecticutba, utána Massachusettsbe, Szélembe, és utána New Yorkba, utána vissza Floridába és haza nagy köröket össze-vissza, és um, szóval New York lesznek az utolsó vlogok, um, ez az első vlog. Uh, amikor Floridába mentünk, uh, új szkét kellett mindem nagynénémhez, mert ő vigyázott rá. Jobban érzem magam magam, mintha a Baby adni. Um, szóval so, uh, yeah, jönnek az én iszkoszi vlogok. did you miss me oh oh, oh. did you miss me oh you're so jealous so jealous why are you so jealous <laughs> Well Bless you, <gasps> Sherry. Sherry. Oh my God, this one too. <laughs> Sherry. Good morning to me. What? Kaptam egy ilyen ír csoki butlers, ha látjátok, vegyétek meg, isteni finom, és akkor küldjétek nekem. Uh, nagyon jó volt, és uh, reggel elvittem whiskyt sétálni, ahol nagynénim lakik, Floridába, így néz ki, nagyon ilyen cookie cutters, elég tiszta. Look what I found. Kasz, igaz? az itt egy híres tekila, de nem ettünk ott, mert elég rossz feedback voltak neki. Nagy nénim főzött, és utána este játszam, játszottam Sequence a férjével, és találtam egy ilyen japán magazint. Nagyon érdekes volt ez először, hogy igazi japán magazint látok. Nagyon tiszta volt minden, nagyon szépen el volt rendezve, nem voltak össze-visszadobva mindenféle reklámok, amik nem illenek össze. Persze sajnos nem beszélek japánul, lehet, hogy egy nap, de érdekes volt átnézni, és gondoltam, nektek is lesz. Is cute? Is cute? Why is so cute? <laughs> <Hello>. <laughs> Most éppen Neptune Beach-be vagyunk, Floridába. Mielőtt megyünk a tengerpartra, beültünk egy kávézóba, ami <laughs> nem volt valami jó. Torták nagyon jól néztek ki, de íz nem. Nem tudom, valami régi volt, vagy. Nem tudom. Itt, itt Amerikában nem tudnak tortákat csinálni, viszont a kávé nagyon jó volt. De mivel nekem nem tetszett az étterem, inkább nem mutatom, hogy hol lettem pontosan. Nagyon fújt a szél, ezért nagyon hangos volt. Beszéltem közben valamit, de annyira fújt a szél, hogy én, én alig tudtam érteni, úgyhogy gondoltam, csak így beszélek a tetején. Szóval itt, ha jöttek Neptun be, itt nem volt ingyen parkoló, itt mindenhol kellett fizetni nemrég volt itt a hurikán, és még láthatni lehet pár koszokat a földön, viszont erre a részre nem nagyon jött, inkább a másik oldalra jött, úgyhogy itt nincsenek olyan széttört házak, vagy tetők. Hol van? Whisky? itt, miközben beszélek a kutyám itt oldalt akart, hogy felvegyem. Itt vannak a szabályok, hogy mit lehet és mit nem lehet csinálni a tengerparton ez a Neptun beach ba Lehet hozni kutyákat, de csak akkor, hogyha rajta van a, a, a védő, a, a fox, lis. Hogy mondják lis magyarul? Hm. Um, tele volt a homok, ahogy ide bejövünk. Fire ants. Az a tüzi. Um, aj. Tűzi euh, bogaraki, ami megcsipnek. Hangyák! Tűzi hangyák! Nekem nem nagyon tetszik ez a tengerpart, én inkább Miami-t szeretem jobban, tisztább, ez ilyen semmilyen nekem. Nem maradtunk a parton sokáig, mert nagyon hideg volt, a víz is nagyon hideg volt, úgyhogy rohantunk el onnan, és oldalt... A parton volt egy osztriga bár. A koktélok nagyon vízesek voltak, hogy én sört rendeltem, sört mindig jó. De viszont osztrigákról voltam nagyon kíváncsi, is tettek bele még ilyen seaweed salad, ami nagyon isteni jó volt. És csak később tudtam meg, hogy most Floridában van egy ilyen flash eating bacteria. Az azt jelenti, hogy a test evő baktéria, amit megeszi testrészeket, és nem valami jó dolog, de most már tudom, hogy nem fogok ezt tenni, amíg, uh, amíg újra szabad. De itt, ahol én vagyok most, az, az oké, okay, de itt Floridában most uh, ezeket nem szabad enni. Aztán körbevezettünk itt, hogy megnézzük, hogy hogy néznek ki itt a házak. Van, uh, vannak új épületek, és vannak régebbik, de akartam megnézni a halloweeni um, díszeket. Viszont Florida nagyon mix, hogy van, akit nagyon sok amerikai és nagyon sok imigráns, és nem minden imigráns ünnepli Halloween-t, úgyhogy East Coast-on, mikor fejjel sokkal több lesz. Viszont találtam egy egész uh, temetőt, és arra voltam kíváncsi, vajon hol tárolja ezt, mert ez, sok ezek a házak itt nincs garázs, úgyhogy neki kell valahol kibérelni egy helyet, ahol tárolni, mert itt a házak elég kicsik. Kicsik és most drágák, mert minden nagyon felment az ára a Floridába a házat venni, mert nagyon sok ember költözik oda, főleg Kaliforniából. Szóval így, így néznek ki normális házak itt Neptun Beach, Floridába. Elég szépek, tiszták, de mivel már ősz van, kezdenek hullani a levelek, kicsit olyan koszosok néz ki a földön, de gondolom takarítják pár naponként. Aztán um, itt a macskám és uh, itt tanítom meg, hogy kell lassan elkapni egy macskát, hogy ne szaladjon el. Felgyorsítottam a videót, de um, úgy néz ki, mint valami egy horrorfilmből, és uh, imádom. Elkaptam. Találtam egy ilyen cookies and cream M&M's, amit soha még nem láttam, úgyhogy muszáj volt megkeresnem, én imádom az ilyen limited edition cuccokat. És nézzétek, benzinkutnál lehet egy egész pizzát venni, 5 dollárért hazaértem Texasba, csináltam egy ilyen beauty care napot, aztán indulás Kaliforniába, ott egy pár napig, össze kell szedni a cuccainkat, ami még ott maradt, és utána megyünk a Knott's Gary Farmba.